ezen a héten is öt híresség mutatja be, hogy nem csak enni, de főzni is szeretnek. Céljuk közös, elkápráztatni a többieket. Uraim, ő Voksán Virág, az önökön elvégzendő kísérletünk indikátora. Gépeink e pillanatban működésbe léptek, és íme az eredmény! Az elmúlt percben 2.316.000 hímnemű tesztalanyunk szájából hangzott el. Az ugyan drágám, én sose fognék meg egy ilyen műanyag cicit mondat. És, várjunk, valami nem stibbel. A hülye komputer az összes választ hamisnak értékelte. Én úgy vagyok vele, hogy én főzni jobban szeretek, mint enni. Egyet fognak érteni velem. Bodrogi Gyulánál szeretetreméltóbb ember és tehetségesebb színész nem igen akad a Kárpát-medencében. A művészetben is vannak most elég divatosak, ezek a bátor amatőrök. Na, én főzésben ilyen vagyok. Bátor amatőr. A nemzet színésze sokunk példaképe. Én például elhatároztam, hogy ugyanazzal a méltósággal és szerénységgel veszem majd át a kis aranyszobrocskámat, ahogy ő a Kossuth és Jászai díját, bárhogy is nevettek, irigykedő kis hitű banda. A Vénusz bolygót évszázadok óta esthajnalnak vagy vacsoracsillagnak nevezik. És hogy miért fontos ez? Mert aki Kovácsovics Fruzsina főszét eszi, az, de csak is az, részese lehet annak a pillanatnak, amikor vacsoracsillag születik. Az első emlékem a főzéssel kapcsolatban, amikor 15 éves koromban anyukám elhatározta, hogy már pedig megtanít engem főzni. Én azért élesen ellenálltam, persze. Mi az a család vagyunk, ahol még a macska és a kutya is kövér. A háromfejű zambiai biva és férfi bikini verseny után a vacsora csata fókuszába a Gábort állítottuk. Ez a fiatal, egyszerű zenész eddig a pillanatig a hétköznapi emberek ásítóan unalmas életét élte, és nem sejtette, hogy eljön az a rettenetesen nehéz nap, amikor hozzá is becsöngetünk. Ne menjenek sehová, nem sokára kezdünk. Gyakorlatilag az én konyhai fejlődésem az most indult tulajdonképpen egy héttel ezelőtt. Tehát most ismertük meg a vajat, szia vaj, ez itt ezen a polcon van, szia tej. András életfilozófiája rendkívül egyszerű. Tégy bármit, a színpadon, a televízió stúdióban vagy egy puskával az erdőben, azt 250%-osan csináld. Azt gondolom, hogy a jó étel az hozzátartozik a jó élethez. Tehát, hogyha valaki jókat eszik, jókat iszik, jókat szerelmeskedik, akkor boldog ember. Ő az az ember, akivel rendkívül nehéz megértetni, hogy nem kell a többieknek is bevásárolnia, és hogy az operatőreink is elbírnak a kamerákkal. És igen, Andris, magam is tudok lapozni. Köszönöm. Csomai Gizella úrkisasszonynak a legmélyebb hódolattal és a jövőbe vetett hőreménységre. 1883 Morosán Tamás megyei aljegyző SK. Becsi. Tamás. Tessék, a környék felháborodott vénkisasszonyai kukkolói és lógónyelvű kamaszai gondolkodás nélkül böknének az utcában álló házablakaira. Önök azonban újjak, ezért segítünk. Igen, itt él Voksán Virág, az aktmodell. Egyáltalán nem vagyok tisztában Virággal. Csak annyit tudok, hogy egy playmate lány, hogyha ezt szabad egyáltalán mondani. Gondolom, ugye a szakmájából kifolyólag nyilvánvaló egy szép lány. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ember. Szerintem Virág ilyen csajos, ilyen nagyon csajosan él, mint hogy ő maga is ilyen csajos. Szerintem azért a sminkészet az elég nagy lehet, inkább abból van több, mint hogy a szép képekből a falon. Kis pamacsok, nyűszők, nyuszik, plüss figurák, plüss macik, nem tudom, kis szeretett valamik, tehát mindenképpen egy ilyen mondjuk pici, meleg otthonra számítok. Ő az én kabol elefántom, amit anyukámtól kaptam. Ennek még az az érdekes sztoria, hogy mikor ezt a kabol elefántot én megkaptam, aznap nyertem meg egy szépségversenyt. Úgyhogy valamit csak jelenthet. Az ilyen lányoknak a gardróbja nagyon válogatott és nagyon rendben van tartva. Tehát nem olyan, mint az enyém. És hát minden nő álma. A ruhák, kiegészítők tára. Hát kezdjük szerintem a legfontosabb dolognál, a bugyiknál. Van ilyen kis csipke, van zebra csíkos. Ezek ilyen visszafogottabb darabok, tehát ezeket így hétköznapra szoktam hordani. Biztos sok cipője van, biztos cipőmániás. Minden cipőmániás. Józsa Szofra Dolcsi.
tudok róla, hogy hát újságok címlapján nagy előszeretettel előfordul, és hogy mindemellett egyébként neki egyéb tervek is vannak a fejében. Hát ez itt az én kis szentélyem, ez az igazi, jobban, mint a ruhás szekrény, mivel időm nagy részét itt töltöm, emögött a pult mögött, mivel mostanra sikerült beszereznem a saját felszerelésemet, és most már nem állhat senki és semmi az utamban, hogyha éppen zenélgetni támad kedvem. Szerintem ő határozottan az a bulizós, járkálós típus, aki úgy nem ül sokat otthon, szóval szerintem nagyon a főzéshez sincs köze. Ez pedig ugye a fő rész, a konyha. Itt igazából azt nem mondhatnám, hogy minden nap tevékenykedem, de azért hetente párszor megfordulok itt. Amúgy minden nap, de az, hogyha csak innivalót töltök, az nem számít konyhában levésnek. Nekem sem jut más az eszembe a világról, mint valószínűleg hozatja a kaját, valószínűleg nem ő főz, tehát nem hiszem, hogy nagyon funkcionális lenne a konyhája. Inkább arról szól, hogy van egy konyha is a lakásban, de nem hiszem, hogy ő nagyon-nagyon konyhatündér lenne. Ez egy kényelmes, magas sarkú, azért ebben megyek bevásárolni. Kényelmetlenben nem mennék. Most már értem, ha Virág épp nem aktmodellkedik, akkor lemezeken lovagol, vagyis több lábon áll. S a tanúság kedvéért most közszemlére teszi a lábait, hogy mi a tanúság. Az, hogy az ilyen apró ablaktalan hangalámondó helyiségek percek alatt annyira befüllednek, hogy most is nehezen veszem a levegőt és izzadok. Szerintem a hipermarketes típus, és biztos, hogy úgy ment be, hogy ő adta akkor egy jelenség, tehát ő nem csak szimplán tolta azt a kosarat, hanem ő vonult azzal a kosárral, és inkább a kosár kísérte őt sem, mint ő a kosara. Hát mutassam meg, hogy néz ki. Hát szerintem így. András, rossz hírem van. A felvételt levetítettük egy építőmunkás brigádnak, s míg vendéglátónk 9 fükkentést, te csak egy ejhát kaptál. Előételnek én valami kis salátát ennék szívesen, mert ezt nagyon szeretem. Én azt szoktam mondani, hogy nem kell mindig egészségesen étkezni, lehet néha jó ízűen is. Koktélparadicsom. Ez egy kicsit kicsi. Jobban szeretjük a nagyobbat. Annyira izgulok, hogy ne legyen benne paradicsom. Nem bírom megenni a paradicsomot. Ezek már jobban néznek ki. Jó, kemény és nagy. Azt hiszem, hogy ilyet veszek. Ezt megvettük. Valahogy nekem a paradicsom íze, állaga, szaga, színe, mindennel bajom van, ami paradicsom. Úgyhogy nagyon izgulok, hogy paradicsom ne legyen. Vajon hol lehet a bélszín? Én minden evevő vagyok, csak kell káposztafőzelék ne legyen. Tehát gyakorlatilag biztos, hogy ilyen... Szerintem ilyen finom lesz, tehát ilyen... Szóval nem csülök pörkölt. Jó napot! Megkérdeztem, hogy melyik a bérszín? Ez külön nem lehet kisebb részekbe, ugye? Lehet kisebb. Lehet kisebbet is? Kevét is, amennyit. Aha, értem. Jó, köszönöm. Halló, Virág! Már ne haragudj, de hogy magyarosan főzöl, vagy nemzetközi szakás? Értem, egyiket se tudod pontosan. Jó, akkor ha rajta múlik, akkor legyen magyaros. Köszi. Mindenképpen rozébor illik az olaszos menühöz. Azt kellene keresni. Ez szárazvörös. Hát ezek még mindig nem rozék. A megtalálás nem az erősségem, úgy látszik. Így valahogy nem sikerül belenyúlni elsőre. És tudna nekem segíteni borokban, vagy valami? Itt van az italosztályos. Aha. Jó napot. Azt szeretném megkérdezni, hogy merre találom a rozé borokat? Itt is van a hátam mögött. Aha. Málna is van benne. Málna. Itt van. A málna hamvasan lágy, üde és érett illat. Zamat világát ismerjük fel benne. Csak. Mondom, málnás. Nem, jó. Málna nincs benne, csak arra emlékeztető íz. Uh-huh. Jó van, hát köszönöm szépen nincs a segítséget. Viszlát. Meg kéne venni a bélszín carpaccióhoz a fűszerkeverékeket, illetve nem keveréket, mert azt tanácsolták, hogy ne keverékkel dolgozzak, hanem friss fűszernövényekkel, amiket arra találunk, úgyhogy nyomás. Ki a bort, a dalt és a nőt szereti, rossz ember nem lehet. Állt évekig kedvenc kocsmám falán, míg meg nem jelent alatta a következő versike. Innád csak a boromat, élnéd nőmmel a sorodat, anyósom tanítana dalra, nem írnád-e sorokat a falra, marha. Talán ez lehet a zsája. Megvan. Vegyünk egy kis rozmaringot is.
Azt is el tudom képzelni, hogy egy csomó olyan dolgot is megvesz, ami nem fog kelleni, csak éppen az ott megtetszett neki, mert az is úgy beleillene a képbe. De már úgy a szívemhez nőttek. Lehet, hogy az asztalra kiteszem dísznek. Maradjanak. Ön cicás. Szerintem macskája lehet. Csüggő hasú malac, vagy valami ilyesmit tudok elképzelni. Tehát mondjuk egy óriási dobberman mondjuk azért megdöbbentene, hogyha az nyitna ajtót. Szia, kicsikém! Gyere, elment a kutya. Gyere vissza! Szia! 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 Jaj, szia, kicsi! Jaj, mi van, nem te kapsz, nem neked hoztam, de lehet, hogy kapsz belőle, ha jó leszel. A szép lányok nagyon ritkán tudnak jól főzni. Szerintem a virág talán csúnyul annyit estig, hogy a főztje sokkal jobb lesz, mint amit elvárnánk tőle. És íme ez a hétköznapi főzőszerkóm. Tetszik? Köszönöm. Hát nézzük, virág. Ó. Bélszín kárpáccsó, vagy hogy kell ezt kiejteni? Fogalmam sincs, hogy szarpáció. Ejtsd. Bélszín kárpáccsó. Hát, na, a bélszín nem állt túlzottan közel hozzám. Mondhatni, elég távol áll tőlem. A marhahúsok közül én legjobban nem a bélszínt szerettem, hanem a lábszárat. A lényeg az, hogy kivesszük ugye a nyers húst, és először is a zöldségféléket, illetve a fűszernövényeket fogom. Hova tűnt a vágódeszka? Na mindegy, ez is jó lesz. Azokat fogom először is letépkedni és összevágni. Ilyenkor úgy sajnálom szegényt. Nem mindenkinek ízlik, mivel hogy nyers húsról van szó, de akik így innyentebbek, és általában akik a sushit is szeretik, azok szeretik a bélszín kárpáccsót is. Ki nem állhatom a nyers húsokat, szóval egész egyszerűen utálom őket. Jó lesz, szóval nem árt, hogyha üres hasán érkezem minden esetre. Ezt a technikát most nemrég fejlesztettem ki. Azelőtt így vágtam. Azért ügyes ám, mert nem nagyon megy bele a főzésbe. A bélszín Vittore Carpaccióról, a festőről kapta a nevét, aki gyakran használt nyers húsra emlékeztető vörös színeket. De ahogy teltek az évszázadok, az ő képei és ezek a húsdarabok is sokat vesztettek eredeti színükből. Magával a mai elkészítéssel semmi komolyabb gondja nem lesz. Ó, de utálom ezt bontogatni. Na, megvan. Valami testes hús, ugye? És szerintem ez valami falatkában lesz megoldva. A kárpácsokat szoktunk enni olasz étteremben, de azt mondtuk, hogy bélszínből, azt nem tudom, hogy milyen lesz. Most pedig mehetnek a mélyhűtőbe egy röpke laza két órás pihire, mert hiszen így megkönnyítjük az utólagos felszeletelését, hiszen nagyon fontos, hogy hajszálvékony darabokra szeleteljük föl, és ez csak merevebb állapotban lehetséges. Jó éjszakát! Na nézzük a főétet. Szaltimbokka. Na mi lehet ez a szaltimbokka? Tonhal, azt tudom, az nem nagyon jó. Főétel. Tonhal, szaltimbokka, paradicsom salátával. Ó, azt gondoltam. Volna. Rossz emlékem van magáról a tonhalról. Egyszer Londonban egy család meghívott bennünket, és nem hiszem, hogy friss volt. Viszont illata az volt. Na most ez bennem maradt. Azt hiszed, hogy kapsz? Nem kapsz. Pedig nagyon cukin leültél. Jaj, még föl is állsz. Nem kapsz. Jaj, folyik a vér. Ha. Egyszer a tonhal. És még a maradék. Bármai sonka. Jaj, ezt tetszene neked igazán, ugye? Erre jobban rá vagy gerjedve, mint a tonhalra. Jaj, jaj! Meg ne zavarodjál! Szegénykém. Szállt, bocs, a szállt, az lehet, hogy valami sós valami.
de nem tudom mi, valami zöld, zöld, zöld sós, valami. Következő lépés, a fekete olajbogyó krém. Na, ezt most közelebbről is szemügyre vesszük. Az oliva bogyót azt így szeretem, szóval nem azt mondom, hogy a kedvencem, de nem utasítom így el magamtól. Kicsit megkóstolok belőle. Finom. Nagyon érdekes íze van. Kicsit sós, de finom. Tényleg finom. Vigyázzunk! Az aprított fekete olajbogyóból, kapribogyóból, szardellából, fokhagymából készített, mozsárban összezúzott majonézzel, citrommal, borssal, tonhallal, hagymával vagy paradicsommal ízesített olívabogyókrém bárkiből kihozza a kőkemény szicíliait. Nekem például elég egy nyalintás, és már az első szembe jövőnek hajlandó vagyok védelmi pénzt fizetni. Ő a zsája levél. Egy, kettő, három. Milyen jól néz ki? Pármai sonkára Pali vagyok. Arra macerára is az. És mi ez betekeri. Hát legfeljebb csak megtekerik, nem tesznek bele tonhal. De finom illata van. Már kezdek egy kicsit éhes lenni, azt hiszem. Nagyon finom illata van. Nagyon finom volt ez a kis sonka, de nagyon sós, úgyhogy meg is szomjaztam. És eszembe jutott, hogy van-e némi rozébor is itt nálam. Úgyhogy ebből egy kicsit most előkóstolok, csak azért, tényleg csak azért, hogy a vendégeimnek nehogy rossz bort szolgáljak fel. Tényleg csak azért. El kell kezdeni belecsavarni. Szerintem ennyire most már elég lesz. Kis kikszer. Nem jó az a bor. Sajnos olyan bort vettem, aminek túl kemény a dugója. Még megpróbálkozom vele, de nem megy. Most már kezdem magam felidegesíteni. Ezt tulajdonképpen nem szabadna elrontani. Tényleg neki megyek. Most komolyan neki megyek. Első barátnőm Kati járt így velem azon az emlékezetes zánkai éjszakán. Csókot váltottunk, majd neki veselkedett, erőlködött, kalapálta, verte, benedvesítette, majd ismét verni kezdte. Én már ájultoztam a fáradtságtól, de Kati újra és újra megpróbálta. Aztán a hajnali órákban végre sikerrel járt. A sátram tartó fülöpe bent állt a kemény agyagban. Kinyitottam a bort, megvan az első sikerélményem. Hát akkor egészségünkre. Paradicsom saláta. Nagyon szeretem a paradicsomot, úgyhogy ez biztos ízleni fog. Jézus Mária! Gyertek, pancsizunk, gyerekek! Hideg zuhany! Szegények, most biztos fáznak. Jól van. Tiszták vagytok? Igen. Ilyen nagy darabok legyenek vajon? Nem lesz ez túl nagy, csak így salátába. Nem, tehát a paradicsom az, amit egyszerűen effektív a kezemből nem tud bemenni a számba. Gönczi Gábor és a paradicsom rossz viszonya régi ügy. Az egész egy mesztelen nővel kezdődött, aki mindenféle furcsaságokat művelt egy almával, aztán egy kígyóval, szóval néha rosszul sülnek el ezek a bulik a bangkoki Paradise Clubban. Remélem, a citromlé tényleg fehéríti a köröm végeit. Mert most rám fér. Ebben vagyok sok mindent úgy értem, hogy mondjuk fűszerezéssel nem nagyon lehet elrontani, de az úgy érdekes lehet, hogy dönti el, hogy mibe kell mennyi sót, vagy mennyi borsot, vagy mennyi majorannát tesz bele valamibe mondjuk. Nehezen, szerintem ott bajban van egy kicsit. Választjuk ki a sok zöld közül, melyik az a zöld, amelyik a petezselyem vagy a bazsalikom levél, esetleg mind a kettő. Ez biztos, hogy nem az, ez menta. Hát, ez egy ilyen kis zöld bokor. Ez egyik sem. Petezselyem az itt nincsen. Arra a következtetésre jutottam. Piros magyaros fahéj. Provanci csirke fahéj. Szegfűszeg. Fasírtpor. Mi van, nem lesz petezselyem. Hernyók. Petezselyem. Íme, a 21. század petezselyeme. Praktikus megoldás. Modern háziasszonyok számára. Bizony, ilyen a 21. század. Végtelen gazdagságban élünk, és űrhajókon közlekedünk a bolygó közitérben. Persze vannak még bizonyos nehézségek, de ezeken hamar túl leszünk.
Nagyon finom. Még várom, hogy ezt mind megegyem. Desszert panna cotta. Először is szedjük ki a magokat a vanília rútból. Panna, hát jól hangzik. A cotta is jól hangzik, ez a kettő együtt nem tudom mit jelenthet. Mondjuk szerintem, ahogy így a hang alakja kinéz, mondjuk egy puding-szerű valami. Pudingot úgy kell csinálni, hogy tejből és bele a pudingpor, szóval azt hiszem, hogy ez nem egy nagy ördöngőség. Valószínűleg az én képességeimet ez is meghaladná. Amíg ez felfor, addig menjünk rá az eprekre, és egy kicsit kezdjük el megcsonkítani őket. Szeretem édesszájú vagyok egyébként, nem nagyon, de szeretem a jó édességet. Inkább itt turmixolok. Ez a biztos. Ez biztos, hogy így kell. Fúj! Lefröcskölt. Ez kemény. Komoly harcokat vívok itt a desszertért. Remélem mindenki látja. Törzsnézőink szerint már csak a bottal hadonászó virág miatt is érdemes lenne feltámasztani erotikus áthallások rovatunkat. Ha virág, hogyan fogom előcsalogatni a vaníliarútból a magokat mondatára sem horkantam fel, most sem fogok. Ezzel nem lehet a nagy baj, ha csak nem tesz bele sok zselatin. Lapzselatin. Krémekhez és aszpikokhoz. Jé! Ez ilyen kemény formátumú. Nincs semmilyen íze. Olyan, mintha egy műanyag darab lenne. Ez a lapzselatin, és ezt fel fog olvadni. Hát, ezt kétlem. Hát ez lesz a desszert. Lehet jobb, ha egyesek nem látják, hogy készül. Mint a Tom és Jerrybe az, akkor ráugrik a Jerry a valamire, és ez így meginog. Például az biztos panna cotta. Én azt is szeretem mondani a jó kis parasztos kajákat, meg a jó kis egyszerű kajákat, és ez ilyen kicsit ilyen, hát nem azt mondom, hogy snob kaja, de ez olyan nagyon, nagyon elegáns kaja. Szerintem a virág nem nagyon sokat ad a terítésre, bár nagyon ízlésesen finoman fogja föltállalni az ételeket, de nem ez lesz a fő szempont, hanem az ízek. A külsőségekre nagyon nagy hangsúlyt fektet, és a terítésre is ezáltal. Az biztos, hogy nagy hangsúlyt fordít majd nem csak ugye a terítékre, hanem önmagára is. Én azt mondom, hogy kicsikét, és megint csak jó értelemben mondom, nem bántásként, kicsit ő maga is szerintem a dekoráció része lesz. Abba biztos vagyok, hogy nagyon kicsipi magát. Remélem, hogy miniben lesz. Remélem, hogy ez megteszi. Eléggé megadtam a módját a vendégvárásnak. Abban biztos vagyok, hogy a sminkje és a ruhája az tökéletes lesz. Még egy egész napos főzőcskézés után is tök csitti-fitti lesz. Arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy kivel jár a világ, és hogy szabad-e a szíve. Mert az enyém nem. Neked kell elviselni mindent. Akkor holnap a tevéredet szívja? Nem fogjátok. Nem fogjátok, mert ő tud főzni. És én nem tudok szerinted főzni? Akkor most tedd le a villát meg a kicsit, és ne egyél többet, légy szíves. Hát akkor meg... Szóval az előbb ott hagytuk abba, hogy mai vendéglátónk Voksán Virág. És Stól András azt szeretné tudni, szabad-e a szíve? András, elég legyen, te már foglalt vagy, bármit is hallottál Virágról vagy rólam. Bármelyik pillanatban itt lehetnek. Gyorsan a díszítés. Gabi, nyomod? Jó, nézzük. Voksán. Úristen! Ideges igazítás. Ezt kicserélem gyorsan egy másikra. Szebb. Egy kicsit olyan béna. Ó, na jó. Akkor már nyitom is. Beszélgetés nincs.
Hát akkor... Igen. Na. Megvan. Szia Virág, megjöttünk. Szia, nyitom. Tudod, gyertek vagyunk? Föl. Igen, már tudom. Nyitom és gyertek fel addig, amíg nyitva nem lesz az ajtó. Oké, okay. És hanyadik emelet? Az első. Első. Ciao. Bevegés. Köszönöm. Én leszek az aljéhában. Köszönöm. Elsőre nincs. De fölvisznek a hátamon, ha akarod. Sziasztok! Szia, Voksán Virág! Nagyon örülök! Szia, Voksán Virág! Szia, Voksán Virág! És ott a kutya a házban! És itt a kis kutyám! Szia, Voksán Virág! Nagyon örülök! Virág. Gyertek be. Jaj, ezt én kapom. Igen, Virág. Szállna öten vagyunk. Köszönöm szépen, de arra gyorsak vagytok. Maradj benne. Ez nagyon szép. Köszönöm. Fények. Micsoda? Micsoda illa. Becsár minden. Hát, próbáltam kitenni, értetek? Gyerünk. Teljesen megdöbbentő volt, amikor ide beléptünk. Annyira nem jellemző a Virágra ez a millió, ez a környezet. Nagyon modern bútorokra számítottam, picit ilyen hidegebb jellegű dolgokra, és ilyen mindenhol ilyen kis csecsebecsékre, ilyen kis műtárgyakra, de ezzel szemben abszolút nem ilyen. Hát nem gondoltam, hogy egy ilyen... Igen, ez egy komoly kép. Hát pedig pont, hogy rossz érzésem volt azzal kapcsolatban, hogy eddig mindenhol ilyen minimalista dizájn és ilyen extra luxus lakások, és próbáltam kiganézni, amennyire lehetett. Tele volt csetresztel, tehát ha ezt láttátok volna előtt, akkor nagyon durván nézett ki. Nem. Ennyire nem vagyok gej. Én nagyon dekoratív, nagyon csinos lány, nekem egy picit sok. Ennél szolidabb ruha nincs, mint amit ő ma este viselt. Csak pontosan annyival volt rövidebb. Ez egy arculcsapás volt nekem ez a ruha. Doktornő? Igen, teljesen. Pontosan ez a hülyéskedtem, hogy vajon bejön-e majd nektek a kis nővérke kosztüm. Bejön. Már a Gábornak. Picit hosszú a szoknyát, de külön. Most egy plémét mibe öltözzön be? Nagy kabátba és bundába? Fejedet szeretném nézni, és nem sosem tudom. Várjál, a dekoltázsomat nem is dobtam ki. Direkt. Az igaz. Ma még. Direkt. Majd később, majd óvatosan. Nagykám. Először ott kínáljalak meg titeket az aperitív welcome drinkemmel. Köszönjük szépen. Szer. Köszönjük. De szép. Igen, ennek az a különlegessége egyébként, hogy ugye az alkohol, az falsónál fogva nehezebb, és így lemegy az aljára. Igenis. A Scampari narancs. Hogy lehet valamivel is? Tudod, így megtöröd, és akkor így lehet. Kocincsunk. Örülünk, hogy itt lehetünk. Egészségetekre, nagyon örülök, köszönjük, hogy eljöttetek. Remélem, ízleni fog az étel. Nem tudom, önök észrevették-e, mert én igen. Már-már paranormális, hova tovább természet feletti, de Bodrogi Gyula, Stoll András és Gönczi Gábor ugyanabban a pillanatban fantáziáltak egy hosszú szanatóriumi kúráról, ahol Virág nővér ápol, s nem takar el semmit. Látom rajtatok, hogy már nagyon ilyesek vagytok. Éreztük. Úgyhogy szerintem nem késlekedek, érezzétek jól magatokat, csevegjetek, és én tálalom az előételt. Senki nem néz oda. Jó, én nekem van egy nagy félelmem, és ezt most elállom, hogy nem hagy a Virág. Én nem szeretem a paradicsomat, és nem tudom, hogy ezt hogy tudom elegánsan kitérni. Nem tudom a számba venni. Nézd csak, Gábor, ez külön neked. Ne! Ez tényleg, ez a te tálad. Nem mondod. Esküszöm. Ezt azt hallottam, hogy nagyon szereted a paradicsomot. Látva, két étel van. Vagy borsozva szereted? Világban. Csak borsozva. Valami van, ugye? Képzeld el, hogy ha megpróbálnám a számhoz venni a paradicsomot, képzeld el, fél úton. Akkor nem bírnád abba hagyni. Nem, hogy fél úton megáll. Egyszerűen nem megy be a számba. Nézzétek! És így megy tovább. Nekem is vannak ilyenek. Nem bírom legyen. A dinsztelt hagyma. Én tudtam, hogy nem gondolja komolyan. Hát ez egy helyes gesztus volt. Nem vettem zokon egyáltalán. Aki nem szereti meg, az nem fogja megeszni. Ennyi. Valami történt köztem és paradicsom között. És egyszerűen van egy ilyen teljes valaki a csirke most megeszi, és meglát egy csirkelábat, és soha többé nem eszi. Megérkezett az előétel. Külön raktam a paradicsomot a kedvedért. Köszönöm. Ilyen kis cuki formában. Borsot direkt nem rakok rá többet. Aki szeretne többet, az annak itt van. Megnézzük, hogy mi az. Ez hogy kell? Mutatom, hogy kellene. Előveszed a bicskádat. Így.
Ez a Fruzsinak be fog jönni, hogy nézem. És nálas biztos van bicska Fruzsinák. Ez bőszín. Ez az, de jó, hát de a Fruzsi nem szereti a bőszín. Eleve a vörös hús is, de főleg kanyás, az nagyon távol áll tőlem. Kölcsönvehetem a bicskát, mert annyira tetszett. Köszönöm. Fruzsi, anélkül nincs is. Köszönöm szépen. Nincs is igazi. Tölthetek bort? Igen, kérek szépen. Viselkedés pszichológusunk dr. Narrátor Esztész gyors elemzést készített a következő percek várható konfliktusairól. Fruzsina bodrogi késével fenyegeti Virág kafogó kutyáját 3%. Bodrogi Gyulának Virág súgja meg, hogy ki ez a kedves kékruhás kislány 27%. Stól András könyörtelenül felfalja Gönci összes paradicsomját 98%. Ne nektek van szalvétát. Akkor hozok neked még egyet, de... Oké, de az nem van való, az nem volt. Valami nem stimmel, mert én tettem neki is szalvétát. 1000%-ra emlékszem. 1000%-ra, mert direkt ötöt vettem ki. Hát de vicces, a papa. Jaj, de vicces. Csak azért, mert kicsit untam ottan az ücsörgést. Hát, ha a következő napok is ilyen oldott, hátba veregetős, froccilizós, zrikálós, ugratós, tréfálkozós hangulatban telnek, nekem már semmi dolgom nem marad. Megyek, és ha megvesztek, sem árulom el, hogy hová. És nem kell fizetésemelést ígérnetek, már néhány erősebb fenyegetés hatására előjövök. Megkóstoltam, mert hogy elmondtam én azt magamban már otthon, hogy én nem fogom ezt játszani, hogy nem kóstoltam meg. Megkóstoltam, annyira mondom, nem volt ez közel hozzám, de nem volt rossz. Miért pont ilyen olaszos? Hangzás. Valahogy közel éreztem magamnak ezt az olaszos műsor. Nem. Nem voltak? Soha. Még nyaralni sem voltam soha Olaszországban. Voltam, jó. Igen? Én is szeretnék elmenni nyaralni tengerpartra. És dolgoztam is Olaszországban? Na hát, látom, mindenki mindent megevett, ezek szerint azért valamennyire tapizett. Nagyon finom volt, hogy került paradicsom a tányérra. Ez az a tányér. Jó, bevallom, én sem pésztem oda, amikor nem figyeltél. Magadtam illan. De azért még nem fogsz hányni. Amúgy ott van a mosdó. De csak a mász. Bohémiás vagy? Nem. Inkább vigyel még egy kicsit. Na jó, hát akkor ne törem az asztalt. Igen, ilyen kis kagylódarabok vannak benne. Köszönöm szépen. Álljatok még. Sajnos pincérszakmát nem tanultam, úgyhogy több tányért egyszerre nem tudok elvinni, de sietek. Ízes dolgokat szeretem, tehát azokat az ételeket, amelyekbe bele lehet harapni. Na, úgy értem, hogy az ízében. És ez a bélszín carpaccio, ez nekem íztelen volt. Most nem akarom kisebbíteni a tudományát, de egy ilyen jól megérlelt bélszínt nagyon nehéz lenne elrontani. Arról van szó, hogy enni, hát akkor csak ilyet, mint a virág. Nagyon háziasszony. Hát én csak veletek törődök, úgyhogy... Nem, mert hogy rólad van szó azért. Nagyon izgulunk, hogy mi lesz a következő. Hát én is. Hát amint megforrósodik a serpenyő, és ki tudom sütni. Most fogod sütni? Hát frissen akartam nektek, nehogy már ezért letoljál. Nem, ez rendben van, ez így teljesen. Nektek akartam a javatokat, ez is baj. Nem. De... Hát ez most egy két éves pszichológus munka lesz kikezelni, amit most kapott az András, szegény. De tényleg én csak a jót akarom, kidolgozom a lelkemet reggeltől. Mit dolgoztál? Most közelesítjél, nem nézzem. Tudod, mit dolgoztam? Hát majd nézd vissza a felvételeket. Na, a bélszín be volt pácolva, a szöget látni. Várjál, nem be volt pácolva, nincs, hogy be volt pácolva. Én egész napon át pácoltam. Várj, mutasd meg, nem sem. Egész nap pácoltál? Jó. Ebbe valami. Nyersen mutasd meg, hogy mit fogsz kisütni. Jó, megmutatom. Na, akkor mutasd meg, nem eszünk el meg akármit. Mutasd meg. Akkor majd nyersen fogod meg. Nyersen mutasd meg, légy szíves. Hogy néz ez ki? Ez nem néz ki szépen, nem néz ki jól. Ez lényeges. Nagyon szép. Lényeges. Szerintem egy szakácskönyvbe írva. Nagyon szép. Ez lesz kisütve, én csináltam. Minden, ettől egyig. Nagyon szép. Ez ma akkor is jó, ha rossz lesz. Így van. Na gyerünk, akkor forrosodjon fel az adat. Hát kösz, nem rajtam múlva, igyekszem, majd sűrgetem, jó? Igazából ezek a csipkelődések sem bántóak voltak felőle, hiszen nem is ismerjük egymást annyira, hogy bármi bántó dolog egyáltalán szóba jöhetne. Téged meg valahonnan ismerlek. Lehet, hogy a 11-es útról. 11-es útról.
Figyelj! Nem tudod a sztorit, hogy tudnád, hogy Szentendrén van egy főút, és van az a 11-es út. Akkor fiú vagy, akkor tudod. Na. Annyi a lényeg, hogy Gyula is ott lakik, én meg ott laktam a nyéknál 4 évet. És pont azt beszéltük, hogy én mindig ott vártam a buszra, a Papszigetnél mindig a buszmegállóba. Hát te most ne rögjél. Csak mondod, igen, mondom a lányaimnak, amikor megyek ki fordra, hogy látod, megint várnak a buszra. Ezt nem vernek semmi egyszer. Hát úgy oda mondják egymásnak a dolgokat. Ez egy picit engem arra emlékeztet, mint amikor iskolában, még annak idején, általános iskolában ugye mindig azok az emberek cikizték a legjobban a másikat, akik akartak a másiktól valamit. Bizony. Az ilyesfajta évődés az én életemből sem hiányozhatott. Katit, az első szerelmemet még alsó tagozatban ismertem meg. Én lelöktem a lépcsőn, ő 2 hét múlva egy húgolyóba rejtett aszfalt darabot vágott a fejemhez. Igen, ezeknek a fiataloknak már fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent igazán szeretni. Jó étvágyat! Köszönjük szépen! Így verődek a jó étvágyat. És morbolt hozok még. Azt mondja, jó étvágyat. Hát ez kell is. Miért nem tetszik? Nem úgy értette. Gyula bátyánk nagyon édes, tehát hogy ez imádnivaló, ez a generációs különbség, és ő ezt érzi, és ő erre rájátszik, és ő ezt tudja. Nem, köszönöm szépen. Neked töltetek még, Gábor? Köszönöm, viszont nagyon ízlik. Tényleg ízlik? Jó. Most komolyan ízlik? Mm-hmm. Jó, annak nagyon örülök. Na most még kell elröhögnöd? Legalább mondtad volna élethűen. Ahhoz képest, hogy a világ csináltad. Neked kell elviselni minden. Akkor holnap a tevéredet szívja? Nem fogjátok, nem fogjátok, mert ő tud főzni. És én nem tudok szerinted főzni? Akkor most edd le a villát meg a kicsit, és ne egyél többet, légy szíves. Hát akkor meg... Rossz indulatú kollégáim szerint hiába erőlködtem, Virág érdeklődését mégis Tóth András keltette fel. Nincs igazuk. Egyfelől az én sárbomnak senki sem tud ellenállni, másfelől András, az igaz barát, ezt sohasem tenné meg velem. András, ugye nem teszed meg ezt velem? Nagyon finom lett egyébként. És nekem valahogy ez a paradicsom nem is hiányzik belőle. Lehet, hogy rászoksz most a paradicsomon. Nagyon gusztán esztitek. Lehet, hogy most így 33 év után. Adjak egy darabot? De nagyon finom. Örülök, kérlek, hogy tetszik. Na ez aztán tényleg jó. Az a baj. Csak ez könnyű. Baj, baj is van. Rengeteg. Inkább több legyen, mint kevesebb. Tudod, nem Szomáliába éheznek, Andris. Minden van egy frappán. Ugyanide, hogy örülj neki, hogy van mit enned. Mindenki lenyomta a torkán? Mindenkinek lehet, sikerült, neked megy olyan nehezen. Nagyon fontos. De megnézzük, hogy a kutyának kellene, ez nagyon fontos. Csak vigyázz, mert ha hazudsz, akkor megnő az orrod. Jó, a kutyának. Azt nem mondhatja, hogy a kutyának kell a kaját. De... Legalább jó ízű volt az étel, tehát nem azért nem ettem meg teljesen, mert nem ízlett, hanem azért, mert rengeteg volt, tehát nem bírtam. Hát én azt mondom, hogy egy ilyen light tonhalból kétszer ennyit is meg lehet enni. Ezt azért meg fogom próbálni, ez azért tetszik nekem. Most viszont magatokra hagylak titeket. Mi csinálsz? De most meg... Titok, most jön a meglepetés, addig ti csak csevegjetek, és amikor kész vagyok, akkor úgy is tudni fogjátok. De az a desszert. Nem, a desszert utána jön, most először a meglepetés jön. És utána az. Így van. Így van. Úgyhogy most tényleg magatokra hagylak titeket, kellemes csevejt, és majd időben megtudjátok, mi a meglepi. Jól van. Át kell öltözned hozzá? Majd meglátod. És nekünk? Itt az igazi profi. Szerintem nézzük meg. Ugrattuk. Nézzük meg. Azt tud érünk. Ti már tudjátok, hogy mi van? Nem tudom. Hát, na így kíváncsi. Kérlek, menj előre. Kíváncsi. Fruzsi úgy izgulsz. Én nagyon annyira izgatok. Mi van itt? Nem. Nincs kész. Szólna. Az élesek. Azt mondta, hogy majd kinyitja az alapot. Nincs kérik egyáltalán. Túl sok. Hoppá! Na, ja. Sziasztok! A meglepetés az, hogy azt hittétek, hogy én fogok táncolni, és ti néztek, de nem. Pont fordítva. Én nézek, és ti táncoltok. Ne viccelsz!
ami most jön. Ez egy DJ pult, ez a két lejátszó, ez a mixer, ez a keverő, ezen tudom kihangszínelni a zenéket, ezen pedig ugye a két zene megy, tehát ide rakom be az egyiket, ide a másikat. Ezt neked értened kell? Én határozottan értek minden egyes. De te valamit kanyítasz ehhez, nem? Ehhez nem, ehhez egyáltalán. Mert Gyula Ácsival mihez tök hülyék vagyunk. A műsor előtt próbára tettem Virágot, most önök jönnek, tehát gondoljanak egy számra, felezzék el és mondjanak ki belőle négyet. Aha, úgy látom egyedül az okos Virág jött rá, hogy a megfejtés on. Hát persze, hiszen a Show Must Go On című számra gondoltam. Megálltam, nem csak a 20 évesek ki a világnál. Nem lehetne a desszert. De, menjünk be! Együnk egy kis desszertre. Hát igen, ő még a bakelitnél van, tehát ez helyes volt. Ez a divat, én tudom, hogy ez ki fog menni a divatból, csak sajnálom, hogy ilyen hosszan benn van. Én ezt próbálom megérteni. De az, hogy itt megy a terrorérúri. Nem, én nem scratchelek, de én tényleg nem szoktam scratchelni. Azt csak a Fruzsinak mutattam meg. De vagy hibás? Na, majd én csak simán átvezetem egyik zenéből a másikba, úgyhogy egy sebességem van. Más, annak van érte. Igen. De várjál, de hol a deszert? Hozom! Ez a menta, mindig gondban vagyok a füstösségnek. Ez a menta. Ott azt tudjuk, mit jelent az a mindenek hangjegyeket. A panna az a pannak valamelyik. Ez a menta. Igen. A panni. De valami fűszer is. Az menta. Innen látom, hogy menta. Bizony, Bodrogi tanár úr minden növényt kilométerekről felismer. Ezt a különleges képességét egyesek szerint a gyakori vadászatoknak köszönheti, a gyerekek azonban a sárkány fűárusra gyanakodnak. Egy életem, egy halálom. Ezt most megpróbálom. Annak ott átvenni, hogy hülye. Ahogy úgy. Megpróbálom. Jó, nézzük az Ebergyennát. Én vagyok a hénpróbás levgény. Megkóstolom a mentát. Én is bevakanám. Jó vele? Ezt én most erre tényleg kíváncsi vagyok. Én meg kiveszem. Olyan nincs. Hát az sajnos. Szerintem halucinálsz. Akkor lehet, hogy te kapod a nekem akar. Az lehet. Valami drágos. Az a jó. Zselatin. A zselatin, valószínűleg a zselatin. Nem sajnáltam ki a zselatin. Két lappal többet raktam bele, mint kellett volna az egész csomagot bele. Jó, másfél hozzám jött csomag. De nagyon finom. De ezzel tiszta vízből kocsonyát lehet csinálni. Minden megőszük lesz, hogy ez. Milyen rossz. Ne, nagyon finom, hát nem is érjük. De nagyszerűen főzöm. De úgy tényleg neve komolyan. Abban az évek is, hogy szemem kezd kocsonyát. De a furcsán mit az életében? Ami jó, az jó. Jó. Ez nem az. Valaki dobja már ezt a vendéget. Nem tud viselkedni, de komolyan. Én azt mondom neked, hogy egyetlen ilyen rossz út nem kapná, ha ez eltűrődni. Most már ketten szálltak rám. Nézd, én megettem. De tényleg? Na nem, mert teljesen. Nyugodtan beszél. Kicsit maradt a zsaratimból. Egyrésztről finom volt, és azért tetszett, mert hogy nem volt nagyon édes, és én nem szeretem nagyon édes édességeket, de nem volt olyan desszertes, szóval nekem az annyira nem. De nincs ezzel semmi gond, tehát igen, a zselatin így önmagában nem olyan finom. Elváradtál? De menjünk. Mondd azt, hogy te fáradtál, és már mennél a fenébe. Na, az van egyszerűen. A spirituális élet szóval. Na jó, vagy, gyerünk. Köszönjük szépen, nagyon jó. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Újra találkozunk. Hát én is. Azzal jöttem ide, hogy biztos egy jó fejhelyes lány, aki majd meg fogja mutatni, hogy mi lakozik benne, mi van benne, mi még az a plusz, amit még nem tudunk róla. És ez való igaz így volt. Tehát szellemes volt, helyes volt. Látszott, hogy nagyon, nagyon oda akarja pakolni ezt az estét nekünk. Azt vártam Virágtól, hogy ilyesfajta lesz, és én annak is nagyon örültem, hogy néha úgy elengedte magát, és néha kiszaladt a száján, amilyen ő igazából szerintem. Hát a hangulat az teljesen jó volt. Az egy egységes, jó, kellemes
baráti poénkodások megvoltak, és szerintem ehhez pont kellett a virágnak a kis rövid rúcia. Nagyon jól éreztem magam. Adok, puszítan! Szia! Szia! Jó, szia, örülök, hogy azért nagyjából íz lett, paradicsomot, sajnálom, nem tudtam, minden nem szeretett tényleg. Igen, te tényleg nagyon jól lettél. Örülök, hogy annyira nem íz lett. De íz lett? Miért mondod, hogy nem íz lett? Hát mert állandóan fikáztatok olyan. De hogy fikáztatok? Na, csak téged, direkt bosszom. Jó, na, én is szeretlek. Na, jó van, jó éjszakát! Neked is, hello! Sziasztok! Hello! Csak. Ott mindjárt kapcsolok nektek villanyt, mielőtt rámész a hűtőre a szomszédnál. Hát ez keményebb volt, mint amire számítottam. És még ezt mind el kell mosogatni. Atya úristen. Jó este volt. Nekem tetszett ez a hal össze kombinálva a sonkával. Ezt fölveszem a receptfüzetembe. A desszert az én számomra nem az igazi kedvesség, úgyhogy én 8 pontot adok virágnak. A társaság nagyon jó volt, nagyon jók voltak ezek a kis poénkodások közben. Virágban nagyon kellemesen csalódtam, és hát a kaja az annyira nem állt hozzám közel, de azt gondolom, hogy azért jól el volt készítve, figyelmes volt a virág, úgyhogy mindennel együtt a mai estét 8 pontra értékelem. A főétel az is jó ötlet volt, nem nagyon sikerült, a desszert is nagyon jó ötlet volt, és az sem nagyon sikerült, ezért én a virágnak a mai estére minden szeretettel, és tényleg minden húzásommal és viccemmel együtt 7-es pontot adok. Összességében a vacsora nagyon finom volt, nagyon könnyű volt, és hát nem volt könnyű dolga a virágnak, hiszen ez volt az első randevunk, úgyhogy mindent egybevetve én 7 pontot adok neki. Virág inkább miniszoknyájával, mint főszívvel győzte meg a vendégsereget. De a lényeg, hogy elégedetten távoztak és pontoztak. Végül 30 pontra értékelték a bombázót. Holnap Bodrogi Gyula várja társait, aki határozottan és rutinosan mozog a konyhában. De hogy ez elég lesz-e arra, hogy esélyes legyen a fődíjra a marokkói gasztronómiai túrára a Budavár Tours jóvoltából, az holnap kiderül.